az Oniden család. Családi ügy. Írta Michael J. Burke. Peter Gilmore, Helyei László. Ernst Telebrass, Szirtes Ági. További magyar hangok. Szabó Ottó, Konrád Antal, Vitai András, Benkő Gyula, Kőszegi Ákos, Balázs Ági. Feltámad a szél. A fenébe vihar. Az özvegy csináló. És a gyereket mikorra várod? 7 hónap múlva. Megmondtad Fogártinak, mielőtt elindult? Megígérted, hogy szólsz? Meg akartam mondani neki. Felteszem, hogy Fogárti a gyerek apja. Felej. Igen. Hogy nem sül le a képedről a bőr. Mindenkinek van miért szégyelnie magát. De nincs annál nagyobb, mint mikor egy lány. Éppen te akarsz megbélyegezni. Hogyan süllyedhettél idáig? Az én húgom. Jó nevelést kaptál, vagy nem? Talán tisztességtelen szeretni valakit? Szeretni? Ezt hívod szerelemnek? Ugyan már, tudod is te, hogy mi a szerelem, James. Sokkal tisztességtelenebb, ha valaki azért házasodik, hogy szerezzen egy hajót. Te! Meghállj, James! Ne avatkozz bele! Ide hallgass, én vagyok az idősebb, és én vagyok a felelős Elizabethért. Akkor hogyan engedhetted meg, hogy ilyesmi történjen? Én semmit nem engedtem meg! Hiszen veletek lakik! Nem tűröm, hogy ezért rám hárítsd a felelősséget! Vedd tudomásul, hogy éppen a te hajódon történt. Túl sok szabadságot engedélyeztél neki. Hát ő is Oniden. Akkor miért nem tartottad jobban ne szemmel? S már az ismán szerelmére. Bejöhet egy vevő és elterjed az egész városban. Jobb sorsot reméltem neked. Sajnálom, ha keresztül húztam a számításaidat. Nem sajnálsz te semmit, ez éppen elég nyilvánvaló. Az én érdekemben tervezgettél, vagy a magadéban? Azt akartad, hogy a házasságom révén hajógyár kerüljön a családba. Albert Fraser rendkívül nagyra becsült téged. Biztos vagyok benne, hogy őszintén szeret. És amit én érzek iránta, az egyáltalán nem számít. Elég legyen ebből, velem ne feleselj. Nem vagy abban a helyzetben, hogy még te pimaszkodj. Mit akarsz, mit csináljak? Elizabeth, nincs benned szégyenérzet? Most már csak egy lehetőséged van. Igen. Szépen haza Miss Daniel Fogartyhoz, amilyen hamar csak lehet. Egy Clipper kapitánya nem tölt be fontos helyet ebben a világban. Mindent magadnak köszönhetsz. Most már hiába is próbálnál válogatni. És mi van, ha ő nem akar elvenni? Hiszen ő csábított el. Igazán? Igazán? Ugyan mit szólnátok, ha most azt mondanám, hogy nem ő csábított el, hanem én bátorítottam? De szajha! És mi van, ha én nem akarok Daniel Fogarty felesége lenni? Az Isten szerelmére, ne beszélj őrültségeket! Hát nem hoztál éppen elég szégyen valamennyiünk fejére? Igen, feleségül fogsz menni Fogartyhoz, és kész! Ne vitatkozz tovább, Elizabeth. Azt teszed, amit mondunk. És el ne felejtsd. Egy asszonynak, fér nélkül, gyerekkel, akit kitagadtak, akinek nincs pénze, két lehetősége van. A szegény ház vagy az utca. Nem kellett volna megütnöd. Az a baj, hogy nagyon látszik. Egy állat! Atya Isten fel fogja ébreszteni a gyereket. Na jó. Amint Fogarty hazaér, kihirdetjük az esküvőt. Esküszik rá, hogy senkinek nem mondta. Remélem, igazat beszél. Elég nyilvánvaló, hogy nem mondta el senkinek. Sarah meg én még 4 szem közt sem beszéltünk róla. El tudod látni a boltot? Igen. Gyere velem a raktárba. Egy rakomány hordót várok délre. Hordók az Isten szerelmére, James! Valamennyi aranyat ér, gondolj erre, és akkor majd nem utálod őket annyira. Amikor Fogarty visszatér, nem várunk Elizabethre. Mi szólunk neki? Te, meg én.
fel! Azt mondtam, szivattyúzni, nem hallottad? Aggasztó hírek. De mennyire? A boszorkány és a Mary Gordon zátonyra futott. A Charlotte Rhodes késik. Hogy érzi magát a húga? Elizabeth? Sajnos nem érzi jól magát. Remélem, nincs komoly baja. Csak megfázott. Ezért úgy döntött, hogy pár napig ágyban marad. Nagyon okosan tette. Kérem, adja át neki üdvözletemet, és mondja meg, hogy meglátogatom. Ha szabad. Amint meggyógyul. Hogyne. Átadom az üzenetet. Délben találkozunk. Délben? Remélem, nem felejtette el. Kipróbáljuk a folyón az új gőzhajómat. Ja, igen, persze. De az a helyzet, hogy... Nem szabad csalódást okoznia. A szavát adta Onidn. Nem foszthat meg a lehetőségtől, hogy a gyakorlatban is bebizonyítsam a gőz előnyeit a vitorlával szembe. A maga tiszteletére saját tervezésű propellert szereltettem a hajóra. Ne haragudjon, de ma alig, ha érek rá. Csak egyetlen órát kell rászánnia. Inkább majd máskor. Nem, Onin. Nem volna szép magától, ha lemondaná. Rendben van. Egy óra. De egy perccel sem több. Nagyszerű. Pontosan délben a hajógyárban. Annyi gőzt fejlesztetek, hogy azonnal elindulhassunk. Mi a fenének? Meg akarom nézni, mekkora a baj! Ne bolondulj! Szólj, bíznek! Megment a józan eset! Meg kell mentenünk a rakományt! Az ördög a rakományal, odalad meg fogsz hulladni! Zárd be a csapóajtót utánam! Ha levegő éri, tovább terjed a tűz, és akkor végünk! Mindenképpen végünk van! Ha most lenni, biztosan elpusztulsz is, minek? Onigen nér! Az özvegyet hiába is számít rád, hogy segít már! Már le! Te félkegyelmű! Meg akartad folytani a szerencsétlent? Megnyessük le! Na, gyere! Gyere! Így! Jó volt, hogy csukjam rá! Nézz, kapitány! Tessék! Tessék, mit akar? Maga Mrs. Bascom, ugye? Az uram George, tetszik tudni a Charlotte Rhodeson, matróz? Igen, tudom. Kíván valamit? Mit hallott? Miért nem mondja meg, mit akar? Még nem kaptunk hírt a Charlotte Rhodes felől, ha ezért jött. Jaj, nem ezért jöttem. Talán a férjemmel szeretne beszélni? Nem, éppen hogy magával, asszonyom. Maga az Onidn társaság intézője. Maga fizeti ki az emberek bérét. Igen. Akkor csak is a nagysága segíthet rajtam. A pénzért jött? Pedig én úgy emlékszem, hogy... Igen, Mrs. Bascom maga már felvette a járandóságát. Az jutott eszembe, hogy... Szóval, hogy... Előleget szeretne a járandóság másik felére. Sajnálom, Mrs. Bascom, de erről szó sem lehet. Úgy is járna a férjemnek, amikor hazaér. Magának ismernie kell a szokást. A felét megkapja cédulára, a másik felét, amikor a hajó kiköt. De rettentő nagy szükségem volna rá, Mrs. Onidn. Megnéztük a hordókat, minden rendben van.
Ki ez? George Bascom felesége. Mit akar? Előleget a férje járandóságára. Egy keveset abból, ami úgy is jár neki. Megkapja, ha itthon lesz. Amikor befejezte az utazást, akkor kapja meg a pénzét, és csak is ő kapja meg. Csak néhány shilling kellene, uram. Nem először fordul elő. Kérdezze meg a bátyját. Ő is segített már rajtam, amilyen jó szíve van, igaz, uram? Igen, de csak egyetlen egyszer. Miért kell magának az előleg, Mrs. Bascom? Mert már nincs mit ennünk. A boltosok ilyenkor hitelbe is adnak. Mindenki így csinálja. Nekem nincs hitelem, uram. Már is annyi adóssága van. Ezek szerint rosszul gazdálkodik, és pazarol. James. Nem magamnak kérem, Mr. Oniden, hanem a három kisgyerekemnek. Miért nem akkor gondol rájuk, amikor a zöld hajóban üldögélési szogat? Sajnálom, Mrs. Bascom. A pénzét akkor kapja meg, amikor jár, és nem előbb. Mr. Oniden! Mr. Oniden! Mi van, Jack? A Charlotte Rose. Láttuk. Hol? A testvérem meg én kimentünk kora hajnalban a bárkával egy kicsit halászni. Persze, hiába. Igen, csak háborog a tenger. És amikor visszafordultunk, akkor láttuk meg. Igaz, hogy nem süllyedt el, de nagyon megrongálódott. Azt mondja meg, hogy hol látták? Úgy 6-7 mérföldre, északnyugatra, az East Holbank-től. Csúnyán megdőlt és semmit nem haladt. Ha eléri a vihar, azt hiszem vége. George! George! Állítsátok meg! Különben elterjeszti a városban! Köszönöm, Jack. Szó se lehet róla, Mr. Oniden. Az ember rossz hírt hozzá, ne fogadjon el pénzt. Eltűnt. Mi? A sarkon túl egyszerűen nyoma veszett. James, most mit tegyünk? A hajóm, a Charlotte Rhodes, az egész vagyonom. És az emberek, James? Az ő életük nem érdekel? Ha a hajó elvész, a biztosító majd kifizeti. Jobb, ha ezzel nem vigasztalod magad. Ha a Charlotte Rhodes elvész, minden elveszett. Mi az ördögről beszélsz, James? Nincs biztosítva! Erre az útra nem biztosítottam! Nem biztosítottad? Egy davajás fillérem sincs. Hogy a fenébe tudtam volna kifizetni a biztosítást? De szerencsétlen Istenemre mondom, James, ha te egyszer hibázol, akkor abba apaid, anyaid beleadsz. Az az érzésem, hogy ezt a mostani hibát még nagyon megbánod. Egy pohár sherryt a fiamnak, William. Igenis, uram. Már mindenütt kerestelek. Igazán? Azt hittem, hogy lemész a kikötőbe. Ugyan már, Edmond fiam. Az ember csak megihat egy pohár bort. Alig 3 hónapja fejezte be a tanulmányait, és már a körmemre néz. Nagyon sok dolgunk van, apa. Mindenre bőségesen van időnk, fiam. Ugyan már ülj le nyugodtan, és idd meg a seridet. Átnéztem azokat a Glenville-féle iratokat. Egy részvénytársaság. Glenville-lel, Mercy-vel és az Észak-angliai vasúttal. Olyan javaslatnak tartom, amit érdemes volna meggondolnunk. Talán igen. Biztos vagyok benne. Komoly dolog, nem szabad nyakló nélkül vele menni. Időre van szükségünk, alaposan meg kell gondolnunk. Szerintem a Mercy és az Észak-angliai biztos alapokon állnak. A mi üzletünk a hajózás, és mi kell onok, maradjunk is a hajónál. Ami azt illeti, elég jól megértünk. Nincs igazad, a jövőnkre is gondolnunk kell. Csukd be az ajtót, Edmond, szörnyű ez a lárma. Nem hallották? A Charlotte Rhodes! Várj! Szörnyű állapotban vagyok. Az uram, ő is rajta van a Charlotte Rhodeson. Tudom, azt mondja meg, mi történt? El fog süllyedni az East Holbanknél. Biztos benne? Hiszen ott voltam, és a saját fülemmel hallottam, amikor Jack Little John megmondta annak a fukar disznó Onidennek. Ha az én uram elmegy, végünk van. Szóval a Charlotte Rhodes. Ez most nagyon rosszul jön Onidennek. De még mennyire, hiszen az egyetlen hajója. Az az ember nem épesz. Ezt meg miért mondod? Azt hittem, tudod. Mit kéne tudnom? Nincs biztosítva. Micsoda? Én meg azt hittem, hogy te mindig mindenről tudsz, apa. Ne szemtelenkedj! Oniden nem olyan bolond, hogy ekkora kockázatot vállaljon. Mondom, hogy nincs biztosítva. Talán nem a kölcsönös biztosítónál. Sem annál, sem egyetlen másik társaságnál. Mit beszél, hogy rövidesen elsüllyed? Tudtam, hogy ez lesz a vége. Robert figyelmeztette, hányszor figyelmeztette, hogy ne tegyen fel mindent egy lapra. A raktárban hallottam. Mr. Onidennek persze igaza volt, hogy elküldött. Elküldte? Nem
nem adott előleget az uram járandóságára. Ne beszéljen nekem a tengerészek járandóságáról. Abból nekünk elegünk volt ebben a házban. Csak néhány shilling kéne. Mit számít az a kis pénz? A Mr. Onid nem lett volna ott. Tudom, biztosan... Robert odaadta volna. De én nem tehetem, Mrs. Bascom. Nem is kértem magától. Robert persze könnyen elosztogatja a pénzt. Keresztényi jó cselekedetnek tartja. De ha én egyetlen pennit is odaadok, tudom, hogy a gyerek szájától vonom el a falatot. Én megértem, Mrs. Onid. Az enyémek se ehetnek, amíg az apjuk haza nem ér. Ha egyáltalán hazajön. A pénz a társaságé, Mrs. Bascomb. Értse már meg, nem adhatom oda a vállalat pénzét. Hiszen én megértem, Mrs. Onid. Csak néhány shilling kéne. Higgy el, megadom, amint hazaér George. Sajnálom, nem lehet. Nekem nincs pénzem. Nem csak úgy mondom, tényleg nincs pénzem. De higgye, Mrs. Bascom, hogy maga az egyetlen. Mind ide járnak. Minden tengerészünk felesége. Egy shilling ennek, egy-két shilling annak. Miért ide jönnek, ha pénzt akarnak? Odakint annak a boltnak a világon semmi köze sincs a hajózási vállalathoz. Miért éppen minket tesznek felelőssé James adóságaiért? Miért éppen ide járnak a tengerészek éhező feleségei? Nehogy azt higgye, hogy az a pult varázslatra képes, Mrs. Bascomb. Higgye, nagyon keveset keresünk mi ebben a kisboltban. Éppen csak, hogy megélünk belőle. Tudom én, hogy senkinek sem könnyű, Mrs. Onid. Most mindennek a tetejébe, Elizabeth. Elmegyek. A gyerekek egyedül vannak otthon. Még egyszer kérem, Mrs. Onid. Nem. Van itt valaki? Jó reggelt, Mr. Fraser. Magának is jó reggelt, Mrs. Oniden. Oh, bocsánat, nem tudtam, hogy látogatója van. Mrs. Bascom már menni készült. Igen. Megyek már. Isten áldja, Mrs. Oniden. Jó napot, uram. Jó napot. Mr. Fraser, nem ülne le? Parancsoljon! Köszönöm szépen, de kevés az időm ma délelőtt. Mikor hallottam, hogy Miss Elizabeth nincs jól... Nincs jól? James mondta, hogy megfázott és feküdnie kell. Ja, igen, megfázott. Nem engedhettem meg, hogy az üzleti ügyek, akármilyen fontosak is, megakadályozzák, hogy eljöjjek és mielőbbi gyógyulást kívánjak. Átadná ezt a virágot tiszteletteljes üdvözletemmel? Igen. Igen, hogy... Mennem kell, mert... Délben találkám van az új gőzhajómon, az önsógorával, James-szel. Isten áldja! Albert Fraser, neked hozta. Levelet is írt. Vissza kell küldened neki. Felbontatlanul. És azt is meg kell mondanod, hogy többé ne látogasson meg. Nem szabad megengedned a te helyzetedben. Süllyed? Nem, Mr. Onid, még nem, de... És maga ott hagyta 6 mérföldre a parttól? És még tengerésznek nevezi magát? Kérem, hallgasson végig! Nos hát, ez lett az Onid társaság vége.
Úgy látszik, igen. Tudom, hogy bolond vagyok, de sajnálom ezt az őrültet, mert csak ugyan őrült, eszeveszett. Hogy lehet ilyen kockázatot vállalni? Na és mennyire sajnálod James Onident? Halljuk, fiam, mit forgatsz abban az okos fejedben? A Lady Sylvia a leggyorsabb szkúner ebben a kikötőben, és indulásra készen. Mentsük meg. Biztosítás hiány Onid nem tudja megfizetni az adósságait. Mi kifizetjük helyette, amit kell, és cserébe megkapjuk a hajóját. Persze a rakománnyal együtt. Háromszor kerültünk viharba, és mindegyik sokkal rosszabb volt, mint az előző. És két napra Lisszabontól meghalt Bescombe. George Bescombe meghalt? Igen, uram. A tengerbe esett és megfulladt. Isten a tanúm rá, hogy mi minden tőlünk telhetőt elkövettünk. Nem aludtunk, nem is ettünk. Jobban járna, ha nem én, hanem a mindenható ítélné el ezért. Tűnjön el a szemem elől! Jó reggelt, Onid. Hallom, rossz hírt kapott a Charlotte Roth. Egyelőre még nem süllyedt. Csak ugyan nem. Ha még vizem van, amikor a Lady Sylvia odaér hozzá, bevontatjuk a maga hajóját. Örülünk, hogy segíthetünk. Jó napot! Örülünk, hogy segíthetünk. Persze, hogy örül. Aztán magának követeli. Természetesen. Megér legalább 1500 fontot. A hajó és a rakomány. Végünk van, James. Végünk van. Minek hajtogatod? Azt hiszed, én nem tudom? Fogják megmenteni, uram, hiszen kigyulladt. Hogyan? Nem hagyott szóhoz jutni, ég a rakodótér. Úgy hallottam, meg van dőlve. Igen. Akkor az oldala vízben van. A szerencsénk van, csak izzani fog, de nem lobban lángra. Tudom, mi jár a fejében, uram. De ha nem is süllyed el, úgysem talál gyorsabb hajót, mint a Lady Sylvia. Mi az ördöket akar? Ne tőlem kérdezze. Én csak a társa vagyok. Ha azt hiszi, hogy egész életemben csak loholok utána, nagyon téved. Onidn! Beszélnem kell magával! Kicsit korábban jött. Még csak 10 perc múlva 12. Elvisz a Charlotte Roth-hoz. Kigyulladt 6 mérföldre az East Holbank-től. Ez aztán a rossz hír, Onidn. Meg tudja csinálni? Az Isten szerelmére még nem próbáltuk ki nyílt vizen. Bármi megtörténhet. Talán felborul. Legfőbb ideje, hogy kipróbálja. A propeller csak kísérleti. Mi van, ha más irányba viszi a hajót, vagy letörik egy lapáttya? Vállaljuk a kockázatot. Persze, hogy vállalja, magának nincs mit veszítenie. Maga se veszthet rajta. Nézze, ha egy lapáttya letörik, nem mindegy, hogy most tudja meg, vagy egy hónap múlva? Kellon hajója, a Lady Sylvia elindult, hogy bevontassa a Charlotte Roth-t, meg akarja kaparintani. Az a kérdés, hogy a gőzhajó meg tudja előzni. Kellon úgy fogja hajtani a hajót, mintha az élete függne tőle. Hát ez az. Akkor meg mire várunk? Sokkal több szénre van szükségünk. Mennyire? Meg kell töltenünk a szénkamrát. 5 perc munka. Az embereimnek 15 percbe telik, amíg megtöltik. 3 perc alatt megvan, ha 5 ember csinálja. Jöjjön már, siessen! Amit csak akarsz. Hogyan? Hát velünk jössz. Hát persze, hogy veled megyek. Mit képzeltél? A társad vagyok, vagy nem? Ugyanannyi veszíteni valóm van, mint neked. Indulunk!
Gyorsabban is megy? Nézel. Igen. Több gőzt is adhatok. Fogja a kormányt. Csak így haladunk, előbb odaér, mint mi. Mindent megtettem, Unin. Átkozott úszó teáskanna. Fordulnia, amíg mi egyenesen haladhatunk. Emlékszik, mit mondtam? Két pont között a legrövidebb távolság az egyenes vonal. Ha még nem vette volna észre, azért kockáztatom a hajót, hogy megmentsem a magáit. Maga egy Jenny Fraser. Ezt mindig is elismertem. Ne ijedjen meg! Csak a tömítés lőtte ki. Az erős rázkódás miatt könnyen meglazulnak a csavak. Ez attól van, hogy túlerőltettük, pedig még ki sem próbáltam nyílt vizet. Isten szerelmére, ne magyarázzon, csináljon valamit! Kőszhajót. Siessen már, siessen! Az ördög vigye az egészet, csináljon valamit! Megint elindult!
Lehet, de vajon meddig bírja? Örülök, hogy segíthettem. Sok szerencsét! Igazam volt. Egyelőre csak izzik. Nem lobbant lángra. Helyes. Összeszedjük, ahány vödör csak van. Sikerült, segítség nélkül hála behoztuk. Hála Istennek, már bent is van a kikötőben. De hogy a folyótorkolatban, de biztonságban van, egy homokzátonyon. Arra számítunk, hogy a reggeli dagály majd felemeli, ha megjavul az idő. Hogy James nincs veled? A fedélzetem marad, de nincs semmi baja. Pénz is vele van. Én kieveztem, hogy elmondjam nektek. Úristen, Robert, hiszen csulok belőled a víz. Menj fel és öltözz át, addig én elkészítem a vacsorát. Dehogy megyek. Kinyitunk egy üveg madérát és megünnepeljük. Nem bolondultál, Robert? Ha nem veszel száraz ruhát, nem madérát fogsz inni, hanem orvosságot. Hogyan tudtátok megelőzni a Lady Sylviát? Ha nem a saját két szememmel látom, Isten úgyse, sose hiszem el. Közönséges hajóval sose sikerült volna. James rávette Albert Frasert, hogy vigye ki a tengerre a gőzhajóját, így értünk oda elő. Komolyan? Igen. Nagyon hálásak lehetünk neki, hiszen amit tett, az igazi bátorságra van. Így igaz. Mr. Fraser épségben hazaért. Hogy ne, neki nem esett baja, de abból, amit láttam, úgy gondolom, hogy a hajóját megviselte az út. Gyere, Sarah! Anne, ugye itt maradsz vacsorára? Nagyon szívesen, Sarah. Elizabeth, teríts meg! Hadd segítsek. Megmondta James Frasernek, hogy mi történt velem? Ugyan, de hogy miért mondta volna meg? Jó Istenem, csak tudnám, mit tegyek. Mit tehetnél? Engedelmeskedned kell a bátyádnak. Menjek feleségül Danielhez. Nincs más lehetőséget, hiszen az ő gyermekét hordod.
Muszáj férhez menned hozzá. Nagy bolondság volt odaadnod magad házasságon kívül, de a baj megtörtént, és most már nincs más lehetőséged. Tudnom kellett volna, hogy te úgyis James mellé állsz, akármit is tervez. Nem arról van szó, hogy én James mellé állok, nincs más választásod. A nők élete teli van csapdákkal. És hiába is hangoztattad a függetlenséged, a legrégibb csapdába estél vele. Ugyan kedvesem, Daniel Fogarty igazán jó ember, és tiszta szívből szeret. Gyereket szűz neki, az is lehet, hogy egy kisfiút. Tudod, hogy ennek minden férfi örül. Hiszen még nálam is jobban jársz. Én csak egy valamit vittem a házasságomba, a hajót. Sokkal jobb, ha belenyugszol, Elizabeth. Miért a bátyám irányítja helyettem az életemet? Miért ő mondja meg, hogy mit tegyek és mit nem? Elizabeth. Láthatod, hogy mennyire ragaszkodom Jameshez. Ugyanakkor tudom, hogy nagyon kemény is tud lenni. Nem szabad fölöslegesen szembeszállnod vele. Arról nem is szólva, hogy James helyesen döntött. Mi van, James? Fizess ki a legénységet. Bénztek ad ki az egészet. A többinek csak annyit, ahány napot dolgozott. Mi legyen Agnes Bascombal? Fizess ki a két napot, ami a férjének jár. De... Bascomb nem dolgozta végig az utat. Sajnálom, Mrs. Bascomb, nem kaphat több csint. Na, ne sírjon, kicsikém. Ne sírjon, az már úgysem segít. Na, üljön ide, lesz szépen. Szegény asszonyka. Mrs. Bascomb? Részvétem, asszonyom. Szörnyű veszteség érte. Ki fog most már gondoskodni rólunk, Mr. O'Neill? Nincsenek rokonai? Olyan nincs, aki támogatni tudna. Akkor sajnos nincs más hátra. Csak az egyház közösség. A gyerekek! Mi lesz most velünk? Azt sajnos én sem tudom megmondani, Mrs. Bascomb. Én csak könnyíteni akarok a helyzetén. Nézze! Ha lejön hozzánk, vagyis a raktárba, amikor majd ráér, elintézem, hogy megkapja az összes pénzt, mintha a férje végig dolgozta volna az utat. Szeretném tudni, mekkora a kár. Az utolsó percben elrepett a dugattyú csapszeg. A főcsapágyat is ki kell cserélni. De a propeller kitartott. Annak ellenére, hogy azt hittem, nem fogja kibírni. Ezek szerint kiadásai lesznek. Szeretném kárpótolni. Végül is próbaút volt, vagy nem? Maga potenciális üzletfél. A próbautat ugyan nem egészen így képzeltem, de se baj. Túlerőltettem, de meglett az eredménye. Igaz, ezt én is elismerem. Sikerült meggyőznem, hogy a jövő a gőzhajóé? Talán a kikötői munkában. De kint a nyílt vízen sajnos sok a hátránya. Hogy az ördögben mondhat ilyet a tegnapi nagyszerű siker után? Simábban haladt a tengerem, mint a háromszor akkora vitorlás, és gyorsabban is. Építhetnék egy gőzhajót, ami tízszer akkora, mint a vásszer, és kétszer olyan jó. Arra nem gondol, hogy minden tonna rakomány helyett 3 tonna szenet kell vinnie, és mi van a haszon? Már járnak gőzhajók a tengeren, és anyagilag is gazdaságosak.
Talán igen, csak hogy a gőzhajó nagyon drága. Egyelőre egy második vitorlás sem tudok venni, nemhogy egy gőzhajót. De egy napom lesz rá pénzem. Megígérem. Hát mégis meggyőztem. Nagy szívességet tett. Lekötelezett Fraser. Átadná üdvözletemet Miss Elizabethnek? Igen, szívesen. A hableá. Most kötött ki. Fogarty? Igen, a zöld hajóban van. Illentudóan megbillentette a kalapját. Úgy van, ahogy mondja uraságot, de ez a szuka akkor is az enyém. James O'Neill! Mostanában ritkán látjuk ebben a kocsmában. Nehéz lehetett behozni a Charlotte Rose, de úgy látom, nem felejtette el a tudományát. Hiszik valamit? Will! Egy pohár italt Mr. O'Neillnek. Igen, és beszélem ma magával, Daniel Fogarty. Tessék, O'Neill. Mit akar mondani, ami mások előtt titok? Elizabethről van szó. Gyereket vár. Kértem, hogy szóljon magának, mielőtt elindul, de nem tette. Mi jöttünk el, hogy megmondjuk. Azt reméltem, jobb embert választ, mint maga. De most már késő. Feleségül kell vennie. És Elizabeth mit szól hozzá? Nem azért jöttünk, hogy ezt megvitassuk. Azt teszi, amit mi mondunk. Hát persze. Kilép Kellon szolgálatából, és mostantól nekem dolgozik. Maga aztán a világon mindenre gondol. Úgy van, és nincs értelme vitatkozni. Előbb beszélnem kell Elizabeth-tel. Majd később! Előbb találkozunk az udvaron. Ezt kérem, családi ügy. Feleségül. Feleségül veszed a húgomat. Igen. Feleségül veszem. De nem azért veszem el, mert te azt mondod, hanem azért, mert el akarom menni. Elég volt, James.
Azt akarja, hogy a felesége legyek. Igen, Elizabeth, arra kérem. Ahogy elnézem, nem volt könnyű meggyőzni. Engem nem kellett meggyőzni. Szeretném, ha igent mondana. Hisz tudja, hogy mit érzek maga iránt. Igen. Tudom, hogy az érzései őszinték. Éppen ezért nehezemre esik megmondani Daniel, hogy nem leszek a felesége. Beléd bújt az ördög. Mi már mindent megbeszéltünk. De az én véleményemet nem kérdeztétek. És a gyerek, gondolj a gyerekre. Ez a végleges döntésem. Bocsásson meg, Daniel, de nem tűröm, hogy házasságra kényszerítsenek. Hallgass ide! Nem gondolja, hogy eleget mondott! Hagyjon békén bennünket, az ügyeinket magunk intézzük! Nem nyugszom bele! Még visszajövök! Tudod, hogy mit csináltál? Igen. Tisztában vagy a következményekkel? Elég világosan megmondtad, hogy mi vár rám. A szegényházba kerülök, vagy az utcára, igaz? Én úgysem engedném meg. Hallgass már, Sarah. Ha Elizabethnek el kell hagynia a házat, én is vele megyek. Miket beszélsz, asszony? És mi lesz a gyermekünkkel? Jaj, Robert. Vannak bizonyos elvek, amelyek a gyerekeknél is fontosabbak. Fogartinak igaza lett. Ha kényszerítik, Elizabeth csak megbakacsolja magát. Nem rajtam múlt. Semmiképp nem ment volna hozzá. Lehet, hogy nem. És ez vajon kinek a hibája? Ki mondogatta neki, hogy többre viheti, mintsem, hogy egy kapitány felesége legyen? Hát el ne felejtsd, James. Akármi is történik Elizabeth-tel, tiéd a felelősség. Emlékezz erre!